Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok. Folytatjuk a rúmozást. És már nem nagyon tudom, hol tartottunk. Mi volt az utolsó dolog, amit úgy csináltunk. Arra emlékszek, hogy itt elkezdett forogni ez a cucc, és kéne ide egy távcső, meg ilyenek. Tehát akkor nézzük meg, hogy mit nem csináltunk. Ezekkel a zárakkal ugye mondtam, nem nagyon lehet szerintem kezdeni semmit. De... meg egy pillanatot. Oké. Na, szóval... rá lehet ide zoomolni, de... itt van, hogy kéne van másik mód. Mert ez így nem jó. Aztán itt vannak betűk, de annak még nem látom különösebb megoldását, hogy vagy na, szóval nem tudom, hogy mi a megoldása, mert még nem vezetett rá a játék. Ugye kaptunk egy kulcsot, de azt megint nem tudom, hogy hova kéne rakni. Ezt már ugye megoldottuk, itt azért kaptuk a kulcsot. Ide még mindig nem tudjuk, hogy mi kell, de valami mechanizmust indít be. Illetve ezt is már megcsináltuk, hogy itt a számokat kell kirakni. És itt van ez az érdekes dolog, amit nem tudom, hogy ezzel mit kell csinálni. Ez mi? Itt van valami kapcsoló, nem? Ráta arra zoomolni? Azt nem nagyon lehet mozgatni, csak ezt az egyet, nem tudom. Ugye kaptunk, volt itt egy kurbli, igen, az már megvan. Ott egy levél, és ennyi, fönt pedig, hát nem tudom, itt egy érdekes csillagalak, de ennyi. Na jó, akkor nézzük a segítséget. Igen, igen, ezt már mondta előző részben is, hogy ez a szerkentyű még nincs teljesen kész, de igen, kéne ide valami bele, vagy nem lehet megállítani esetleg. Az a vagy nem, más erre is rá lehet zoomolni, de nincs semmi. Csavarokkal van, amit nem lehet. Ez mi? Ez ilyen... aha, ez ilyen csavarható. Na mi ez? Nem lehet tovább csavarni. Ki lehet venni? Valami miniatűr teleszkóp. Ah, hogy ezt kéne berakni ide. De ez így... ez így nem fél. Te... összeértitek, hogy ez most így mi? Mert tudjátok, hogyha nem élik valahova bele, akkor ilyen elhalványú. Ha beleélik, akkor... akkor belemegy. Vagy na, szóval hogyha... hogyha nincs ilyen átlátszóság, akkor belemegy, de nem megy bele valamiért. Ja. Ja, hogy ezt lehet forgatni, de... ó. Így. Aha. Ó. Akkor nézzünk bele. Vagy bele lehet? Aha, nem működik még ez a dolog. Ez a... nem tudom, ez a construction, vagy mi. De nem lehet belenézni, vagy ilyenkor... most mi van? Mit ír? Ó. Hát nem írja. Mindegy, az a lényeg, hogy még nem működik. Szóval gondolom, ide kéne valami, de azt mondja, nem tudom, hogy hol van. Á, szóval... ez... még valami. Nézzétek, csak itt is van ilyen érdekes, de arra nem enged rázumolni. Ja, itt alul van. Figyeljetek. Ez itt lehet forgatni. Ó. Egy... ilyen... valami ilyen gyújtózsinórszerű dolog.
és parafin szaga van. Jó, ez nem jó. Akkor ez jönne be ide? Vajon? Ó! Akkor most... Ezért? Nem látszik semmi. Pedig működik a izé. Tudod, azért még kéne csinálni valamit. Várjátok? Ezt nem lehet most felhúzni? Nem lehet. Akkor nem jött el. Vagy... Ja, meg kéne gyújtani. Ó, és ez most így kijött, és... És most mi van ez? Ja, ez bemegy magától. És most ez meggyulladt, és... Ha, és most. Nézzük. Igen. Ja, ezért többet mutatna? Mi? Triál. Ennyi? Triál. Hát igen, ezt én is kérdezhetném. Hoppá, mit kaptunk? A középen a fix. Ez így... gondolom jó. Ez nem jó. Valami nem jó. Akkor... Aha, most jó. Egy L. Ja, megvan. A triál az a izéhez jön. Itt volt egy itt, ide. És ezt be lehet ide rakni? Ó, nagyon jó. Akkor... Az a... Na, végre. Ez becsukódik, és... És ott kinyílik egy lakat. Igen, egy ilyen cucc nyitva, még kettő maradt. És kaptunk egy dobozt. Vagy mi ez? Ja, nem doboz, hanem egy... hát ki tudja. Ó, és ide jön egy kulcs. Hát jó a... Ezért jó az alak, de... Nem olyan a lyuk. Akkor nézzük... igen, ez egy széfnek a zárja. És valami része hiányzik. Nem lehet kihúzogatni? Nem lehet. Nézzük, itt egy levél. Van benne, nem, csak szöveg. Ennyi. Ezeket lehet mozgatni, vagy valami. Nem igazán. De ott van nagyobb. Óhó. Láttam már nagyobb, mint a többi, aztán. Ez mi? Ott egy sárga, egy piros, egy kék, és egy valahogy be kéne forgatni, egy zöld, arra, úgy. És most mi lesz? Ó, mit kaptunk itt egy érdekes dolgot. És ennek a háttérnek ilyen érdekes kinézete van. Mit kéne ebből kirakni, várjatok? Vagy ezt itt? Hát ez nem is úgy néz ki. Vagy te? Nem. Nem nagyon. Például ennek itt kéne lennie. Vagy... Ó, jó van, hogy ez így kéne. És akkor kaptunk egy... Ezt ide. Jó, ez gyors volt. És itt mit kapunk? Egy másik kulcsot, de jó. Ezt pedig mondjuk ide be lehet rakni. De jók vagyunk. És kapunk egy csillagalkot.
Ami. És kapunk egy másik kulcsukat. Igen, a tetejét. Tetejét meg lehet kezdeni. Hát nem nagyon lehet ezt már mozgatni. Kulcsot ide már beraktuk, ezt kinyitottuk, igen. Itt ide kéne valamit még rakni. Nem tudom. Jó, akkor ide jön ugye a csillagalak. Aha. Nagyon jók vagyok. És kinyílt valami. Megint egy napló bejegyzés. Nem tudom, ezek amúgy mennyire fontosak, hogy el kéne olvasni ezeket. Igen, a csillag az gondom ott maradt, és megjelentek itt ilyen lovagok. Meg valami gyűrű. Nem ezt akartam. Oké. Szóval vannak itt ilyen lovagok, de nem úgy tűnik, hogy bármit is lehet kezdeni, és itt van valami forgatható dolog, de azt még nem tudom, hogy mire jó. És itt van a hátulján valami kis kő, de azt nem tudom, azt nem lehet kiszedni. Tehát hova jelhet egy gyűrű, mondjuk ide? Hát nem nagyon. Ez minősítva. Esetleg ide. Ugye innen hiányzott valami. Aha. És akkor most. Ó. Ja, ez ilyen oda-vissza menő. Vagy nem? Ó, értem, jó. És akkor most vissza. Megint vissza. És kinyílt, és kaptunk egy másik kombinációt. Egy 0-tól 5-ig. Szóval 0-0-tól 55-ig lehet bármi. Nézzük meg a lencsével, hogy valamit itt mutat-e föl a lovagoknál. Nem úgy tűnik. Ja, itt valamit nem mutat. Szedjük le. Itt ezen a dobozon van valami jel. Ó. Oda nem lehet zoomolni. Egy kettes és egy ilyen fordított E betű, meghoz, és ott is van egy ötös. Mi van? Mik azok a jelek ott mellette? Nézzük meg akkor. Kettes meg ötös, nem tudom melyik sorrendben. Igen, így van bekattól. Aha, 25 volt. És kapunk egy kulcsot. A kulcsuk meg itt volt, ugye máshol nem nagyon láttam a dobozon. Aha. Akkor. Ó. Ott mutatja, hogy milyen formát kéne megcsinálni. Hogy könnyebb ezt. Aha. Ezt nem mozgatjuk. Hát nagyjából így nézett ki. Most próbáljuk meg. Aha. Ó, sikerült. Forgassuk meg. És kapunk egy ilyen kör alakú csillag emblémát. Nem tudom. Érdekes. Na, az hova jön?
Nekem nem rémlik, hogy bárhol máshol volt csillag. Hát itt vannak, de nem hiszem, hogy ide illik bele. Továbbra se lehet ezzel mit kezdeni, úgyhogy ezt hagyjuk. Hát fölül nem nagyon van. Doboznak ezen az oldalán, vagy hát az összes oldalán, de itt följebb, itt középen, középtájt. Hát eddig nem túl sok mindent csináltunk, de nem is nagyon lehet rázumolni, úgyhogy hát nem tudom. Tehát van egy ilyen csillag alakú, ezért azt nem lehet forgatni. Ó, és van egy ilyen, hát egy ilyen cucca hasába végén, esetleg ide. Ez is így néz ki, nem? Ó, most sikerült. Na ideig. Jól meg vagyunk. Második is nyitva, már csak egy maradt. És kinyílik egy kis doboz. Húha, itt az elég sok minden van, nézzük meg ezt az oldalt. Ezt lehet mozgatni. Na. Ez komolyan itt lecsukódik. Nem lehet nyitva hagyni. Ez is ilyen forgatható cucc, mint ami ott van a katonáknál, de hát nem tudom. Mert még mindig nem látok olyan dolgot, ami az így összeillenek, van itt két négyzet, meg mi volt itt? Egy ilyen háromszög, és ott volt rajta egy sík, hát nem tudom. Ezeket nem lehet ugye kicsavarozni. Nem, mint eddig a játékból bármit ki lehetett volna, hogy nagyon csavarozni. Nézzük meg ezt. Igen. Oda kapcsoljuk egy fogaskerék, de nem kezd el forogni meg ilyenek, ott egy szem. Ezt se lehet már forgatni. Valami innen is hiányzik. Lejjebb zoomolni. Itt egy föld, vagy valami bolygószerű dolog. De ezt se lehet forgatni. Ezt se lehet, és ide olyan hiányzik valami, nem. Illetve ez maradt még itt. Igen. Gondolom ide is kell valami. Vagy ezt lehet forgatni. És aha, és itt is van egy ötszögű akármi, de nem csinál sem, vagy de ezt fel lehet oda nyomni. Hoppá, és kinyílik egy. Aha, tudtam, hogy középen is lehet valamit kezdeni ezekkel a dolgokkal, és és ide kell valami, ami hát ki tudja, mi lehet. Illetve ide is. Itt vannak ezek a formák. De nem lehet kinyitni, és ezeket se lehet forgatni. Pedig nem. Váltok. Nem ugyanúgy kell, hogy álljon. Szóval a négyzet lefele álljon, annak a széle vagy sarka az úgy áll. Akkor az jó. Az ötszög is lefele áll. Az is jó helyen van. Volt itt a háromszög. Háromszög fölfele oda. Igen, és az is fölfele kör, az nem tudjuk viszont. De ezt nem is lehet mozgatni, az a probléma. De itt a kör. Ezt hogy nem vettem előbb észre, hogy ja, ez akkor látszódott meg, amikor felnyílted a cuccot, akkor én nem vettem észre eddig. Szóval ez is arra fele áll, és az is jó. Akkor nem tudom. Akkor hagyjuk el. Akkor nézzük meg először, hogy itt mi a helyzet. Úgy tűnik, ezt már itt kivégeztük. Akkor még itt ez ment. Itt ilyen fogaskerekek hiányoznak, de nem lehet levenni.
ez most így, ja, az egészet mozgatom. Hát nagyon jó. Szóval kéne még fogaskerék, úgy gondolom. De ezt viszont nem lehet levenni, az a baj. Nézzük meg így ezzel a lencsével. Ó, itt mutatja, hogy forgassad, de nem forog. De akkor meg itt itt megint nem mutat új dolgokat. Itt sem látok. Hát ez érdekes. Itt valami. Hát nem nagyon volt. Akkor ezzel nem látunk sokkal többet. 21 perce megy a videó. Na jó. Úgy tűnik, hogy elakadtam, mert nem tudom, mi a következő lépés. Talán majd a következő, de az annyira furcsa, hogy itt nem mozog, meg semmi. Pedig, mint ugye, ezzel kéne csinálni, de hát nem nagyon mozog. Meg nézzétek, itt is forognak ezek a bogaskerekek, vagy valami ilyesmi, de ezeket nem lehet forgatni, oda se lehet nézni. Hát nem nagyon úgy tűnik, mint hogyha működne. Na mindegy. Meg ezzel sem tudom, hogy mit kell kezdeni ezzel a fiókkal, mert mindig ugyanúgy áll, ahogy kell, de nem nyílik. Meg itt is van valahol egy, igen, egy valami féle lyuk. Na jó, következő részben ezt fogjuk tovább vizslatni. Esetleg, hát a segítségeket elfogadom, mert most úgy tűnik, hogy nagyon elakadtam. Úgyhogy ennyi lett volna ez a rész, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Én Ádám voltam. Sziasztok!